adelante, va. Köszönöm szépen. Ismerik? Művészek. Kérem, úgyis számítok egy dolgozatot csinálni, mert tovább csináltam már egyet, kérem. A Aradi 13, és pedig Tinodi Lantos módjára nyomdokába, kérem, csináltam a történetét. De most megint fogom, kérem, hogy ez a szoborcsoport végigjárta a Dantei 3-as útot. A pokolból a mennyországig, kérem. Most a tisztító tűzben van, ráts mögött, kérem. 74 eszendeig pokolba volt. 1925-ben a román kormány Brött János vezetésével lebontotta, és akkor a lovardába vitték, hogy nem akarták hirtelen tönkretenni, utána pedig a vártemplomnak az udorán volt, ahol katonaság volt, senki soha nem látta, és nem tudtuk, hogy mi van vele. Tessék nézni, ezek a műkarok, stb. És a kardok, mikor még mozgatatók voltak, azt mind letördelték. Most ezeknek a művészeknek az a kötelessége, kérem, ugye, hogy pótolják, amit lehet. Na, kérem, alázattal. 1999-ben Dávid Ibolykának a közbejárásával többször állandóan járt a Bukarestet, akkor sikerült kiszabadítani. És hogy mégis megvédjék, tetszik látni a minoriták itt az udvaron, lehetőséget adtak, és ezt a vasrácsot tették ide, hogy ne tegyék tönkre. Azt hiszem a felállítása után is, kérem alázattal, évekig még őrizni kell, mert bosszantja, pedig most szándékuk, mondom, kérem, egy dolgozatot írni, kérem, hogy hát ez nem magyar specialitás, kérem. Ezt egy nemzetse sajátítottja ki. Ez a világszabadságnak akart emléket állítani, hiszen hét közülük nem volt magyar. Bátra mentek a halálba, átérezvén, mennyire szent minden nemzet szabadsága. Ugye? És tényleg ez nemzetközi. Na most kérem, mi a szobornak a rövid története? 1867-ig, a kiegyezés évéig meg sem volt szabad említeni a vértanúk nevét. Amikor a kiegyezés megtörtént az első évben, a leggyönyörűbb összejövetel volt. Nem tudták már, kérem, az emberek, hogy a pontos hely hol volt, hol felakasztották őket. És voltak még szemtanúi is, azok megmutatták. És egy lelkes család emberit, Barabás Péterit, voltak Erdélyben egy kiszáradt tepertól. Pontosan 13 ága volt. Azt kivitte gödöltársat egy nagy fakeresztet tett melléje, és szédulákra feltette a kiszáradt fa ágaira a 13 vértanú nevét, és akkor ünnepség rendeztek, hát a tömeg kiment, ugye szervezetlenül, stb. De amikor befejezték az ünnepséget, megrohantak, és utána mindenki emléket örökét akart vinni magával, és kopaszon barok, kérem szépen, az egész szepjárt. 74-ben, illetve 71-ben
akkor egy kötömböt állítottak oda terméskőből, de fűben nőtte minden a csoda. 74-ben a Honvéd Egyesület jó voltából egy hatlábas magasabbat, de szintén felnőtte a fű. És 81-ben láttak-e, jártak-e most a vesztőhelyen? Nem. Ott ki van az a granitből készült obeliszk, 15 lépcső víz. 81-ben készítették, rajta a 13 vértanú neve, az megvan most is, és oda jártunk mi is. De a diktatúra idejében, édesében lófa mentünk ki, kérem, hogy egy-egy virágot tegyünk. Akkor is tiltva volt, akkor már azelőtt a bakrendszerben a német kormány, az osztrák a Bécst tiltotta, utána pedig most ugye a Ceausescu korszakban a diktatúra. Na most 99-ben sikerült idehozni, és itt hajlikottak a minoriták, és a 99-es október 6-i gyűlésen a Kultúrházban Matekovics úr kinevezte Dávid Ibolykát Arad város Ibolykáját. Hát neki köszönhetjük, és most megígérték az urak, ki van adva a határidő, hogy szeptember 25-i fel kell állítani, illetve készen kell lenni, és október 6-án egy nagy ünnepség keretében szeretnők felállítani. És tényleg azt a címét szeretném adni, Golgotáról Táborhegyre. Apokóból fel a mennybe. Ez a szabadságszobornak kétmondatos története. És hogy meg kell köszönni azért a helyi. A kormány nincs mellette. És most is a múlt héti újságban jelezte, hogy a szobor felállítása nem mozdítja elő a román és a magyar barátságot. Maga a kormányfő mondta, ellenben a helyi tanács, itt meglátták, kérem, ugye, bánátban egy kicsikét kérem, az európai ságból a múltba is többet kérem merítettek. Már európai város volt Temesvár, kérem, ahol három nyelvet a Trianon után is előtt is beszéltek. Ott volt a polgármester 30 esztendeig, egy bolgár, egy telbész nevezető, aki európai stílusú város csinált Temesvárból. Arad is egy kicsikkel tanult. Az itteni vezetőség a néptanásnál belement nagy többséggel, hogy felállítassuk a szobrot. Tehát a helyi hatóság benne van, és csináljuk azt. Külön meg kell köszönjük nekik is, kérem, külön meg kell köszönjük a minoritáknak is, kérem, hogy helyet adott nekik, és támogatják, kérem, a munkásoknak ingyenes szállást és kosztotod a mai időkben, és vállalálom, kérem, elég szép segítségnek bizonyul, és ezt számítottuk, kérem, milyen formán a ünnepséget megrendezni. Hát most itt állunk, október 6-án a nagy ünnepség előtt, adja Isten, kérem, hogy minnyáján sikerüljön, és vesszünk, és semmi baleset vagy valami ne történik. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük. Hát nem tudom, hogy... Hogyne. Antal atya, fogadja el szeretettel Lángi A. Mária szerzője és névre szólóan dedikálta atyának. Tessék elolvasni. Ő Csalló közé egyébként. Jó, Istenem, ezek a versek vannak benne? Nem, egy összeállítás. Mindenféle van benne. De dedikálva névre szólóan. Jó, tessék tudni. Van egy olyan... Hát össze... Lángi Mária. Hát hol lehet ezt megismerni, ezt a lángmát? Budapesten. Budapesten. De biztos jön majd ide is. Jó van szívem. Mert van egy verses kötet is, tehát köszönöm szépen. Van egy... Még egy Magyar Hiszek egyes. Imácsolatot. Ha így tudtam volna, kérem, több példát csináltam volna abból a dolgozatból, kérem, amit tudom, hogy itt a tanárok szavalták el a szabadság történetéről. De az újságban jelent meg, tetszik tudni, igen. Ez a szobor és a 13 aradi vértanúnak a fénykép és a szöveg.
és de akkora, mint az újságlapja, tetszik tudni, hogy kicsi másológépeken nem is lehetett csinálni, csak azoktól olyan kedvesek egyetemet csináltam volna, hogy vigyék el, kérem szépen. Nagyon köszönjük szépen az ismertetőt, és akkor a templomba betetszik vezetni, Antal atya, köszönjük. Igen. Jó? ott volt. Igen, és megyünk a jövő héten. 22. És köszönjük a munkájukat, és további szép helyrehozatalt kívánunk, és jó egészséget. Viszontlátásra!